Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az Ultra Gang legfrissebb adása, itt az Ultra Hang Plus YouTube csatornáján, a stúdióban pedig itt ülnek már velünk vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntünk. Először is Újhely István Európa Parlamenti képviselőt, akit nagy szeretettel köszöntünk. Mi az először is? Az U betű mindig az utolsó szokott lenni. Most jobb oldalról indítunk. És nem utolsó sorban természetesen Kohán Mátyást, a Mandina rovat vezető. Azt hittem én vagyok a jobb oldal, szervusz, üdvözöllek benneteket. Felcserélődtek a szerepek. A mai beszélgetésben... Kegyetlen jó rádiós hangodon egyébként. Köszönöm szépen. És más a hangja, mint amikor először. Ettől nem fog udvariasabban kérdezni. Kemények maradunk, igen. Hallgatóinkat pedig továbbra is biztatjuk, hogy mielőtt belevágunk a mai érdekes tematikáinkba, fontolják meg, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, hiszen így értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Továbbá pedig köszönettel fogadjuk adományaikat is a képernyőn, illetve a leírásban található bankszámlaszámon és PayPalon keresztül. Támogatóinknak egyébként elküldjük az Ultrahang közönség találkozóinak a vágatlan felvételeit és reklámmentes podcast hozzáférést is biztosítunk. És hát a végén fel kell iratkozzak. Ahelyett, hogy azt mondtad volna, mint a Friderikusz, hogy kifritó vagy, aki nem iratkozik fel és nem fizet, hát ahelyett most így udvariaskodsz. Erre fele lájtosabb szereket alkalmazunk. Hol a spárba kifritó vagy máshol? Bele is vágnánk a mai tematikánkba, és talán természetesen lehet, hogy már bizonyos hallgatóinknak egy picit a könyökén jön ki a tematika, de muszáj róla szót ejtenünk. Magyar Péter, illetve egy ellenzéki kitekintés lenne az első felvetésem így nagy vonalakban, és hát az lenne a kérdésem, hogy hogyan látjátok ti most jelen pillanatban Magyar Péter elhelyezkedését, hogyan értékelitek mondjuk az elmúlt időszakban történt eseményeket az ő személyét illetően. Azért is kérdezem ezt, és akkor igazából a válaszaitokat ebben az irányban örülnék, ha esetleg erre tudnátok majd vezetni, mert az lenne igazából a nagy kérdés, hogy ebben a jelenlegi konstrukcióban, főleg így az EP választások előtt, milyen olyan reálpolitikai hatásokat véltek felfedezni, vagy vártok az egész tematikát illetően, amelyeket úgy valósan mérhetően meg lehet állapítani, majd akár választói akaratban, akár az ellenzék sikerességét illetően, akár a Fidesz szavazótáborában tapasztalt veszteségeket illetően, hiszen azért magát a jelenséget ugye sok oldalról kielemezték már, és tényleg több oldalról körbe lett járva, viszont amit én legalábbis, javítsatok ki, ha esetleg nem így van, de amit én viszont keveset láttam, hogy nagyon kevesen tudtak valós becsléseket tenni annak körében is azt illetően, hogy milyen reálpolitikai hatása lesz Magyar Péternek, hiszen azért közösségi médián nagy aktivitást hoz, tüntetéseken is meg tud mozgatni embereket, viszont ugye egy választás ugye azért nagyon sok szempontból teljesen más anatómiai helyzet, és akkor most megszvicselve a felállást, akkor most balról indítanák talán. Kikérem magamnak, de ugye... Ja, nem olyan szörnyű, azt hidd el. Az kétségtelen, és ez egy nagyon fontos aspektus, amit felvetettél, hogy egyenlőre a kommentmezőt olvassuk. Magyar Péter népszerűségét a kommentmező alapján tudjuk megállapítani, meg az alapján, hogy az emberhez ugye a napja folyamán hányszor jönnek oda a politikával egyébként nem foglalkozó emberek azt mondani, hogy csodálatos Magyar Péterre mi újság, és mik ezek a tektonikus változások a magyar politikában, de olyan konkrét szám, ami alapján politikus tudna valamit kezdeni a Magyar Péter jelenségnek a számbeli, népszerűségbeli kiterjedésével, nem áll még a rendelkezésünkre. Ugye a magyar sajtóban terjed kétfajta felmérés, az egyikben a sajtója is már. Az ország a nemzet sajtójában terjed. A nemzet sajtójában terjed, ki, hát most a HVG-ről beszélek, szóval velük beszélnek, terjed olyan felmérés, ami alapján azok közül, akik ismerik, 14% nem zárja ki, hogy szavazna rá, ez ugye egy messze sokkal puhább elkötelezettség a Magyar Péter mellett, mint egy pártos elkötelezettség volt, de az, hogy ebből mennyi a szavazat, azt abszolút nem tudjuk. Meg van egy másik felmérés, ami meg arról szól, hogy azoknak a túlnyomó többsége, akik most Magyar Péter támogatják, azok nem a Fideszre szavaztak 2022-es országgyűlési választáson. Amit én látok, és ha a reálpolitikáról beszélünk, akkor az én tippem az, hogy valahány százalékot abból a nagyjából 6%-ból, akiket a Fidesz elvesztettek egy emlőjüknek a kapcsán föl fog tudni szippantani Magyar Péter, de érdemlegesen megbontani nem fogja tudni a fideszes tábort, viszont ki fogja ütni az összes olyan az elmúlt néhány hónapban felbukkant centrista projektet, Vona Gáborért, Márki-Zay Péterét,
talán egy kicsit a Momentumba is beleharap, lehet, hogy Unger Péternek is van egy picike félnivalója, ki fogja ütni minden olyan centrista a kezdeményezésnek a támogatottságát, és el fogja szipkázni, akik az elmúlt néhány hónapban elindultak, mert az viszont teljesen egyértelmű, az be kell látni, hogy a centrista versenyt azt megnyerte a Magyar Péter. Csak nem gondolom, hogy ez annak a tétnek a tekintetében, amit ő az asztalra tesz, hogy itt ő le fogja váltani a rendszert, a kormányt, a NERT, az akármit, az ebből a szempontból jelentene bármit is. Én többet beszélgetek azért talán fideszesekkel, mint a képviselő úr. Én azért azt nem látom, hogy Magyar Pétert, akinek a természete az azért nem volt teljesen ismeretlen, nem csak a belső Fideszben, de ugye alapvetően a Fidesznek a támogatói körében sem, ez egy hatalmas húzóerőt tudna kifejteni. Azt gondolom, hogy a fideszesek számát tekintve Magyar Péter a Partizános interjújában annó elérte a maximumot, akkor szerette a legtöbb fideszes, azóta csak kevesebb fideszes szereti. Szerették a fideszesek? Biztos, hogy voltak fideszesek, akik szerették. Először is köszönöm a meghívást, mert soha nem voltam még nálatok, és azért bele-bele néztem az adásokba, tehát tudom, hogy hova érkeztem, és azt is tudom, hogy van értelme beszélni annak a közönségnek, aki ezt nézi. Hogy ne legyek már képviselő úr, Matyi, vagy Mátyás, vagy Matyi? Szoktak, Matyi? Adásban Mátyás, szerint. Mátyás. Tettek ez ötletünk? Szóval Mátyás, hogy ne legyek képviselő úr, mert tudjátok, hogy vágom a centit, kifele jövök, alapvetően egy politikai szemtanúnak hívom magam, és igyekszem elemezni úgy, hogy nincs meg az a teher a vállamon, hogy választásokon kéne induljak, és szavazat maximalizáló módon kellene beszéljek. Ezért nagyon tiszta és objektív leszek, legalábbis a saját nézőpontomból. Azt a politikában értékelni kell, és nem lehet eléggé jól értékelni, magasan értékelni, hogyha valaki egy másfél hónap alatt ilyen ismertségre és ilyen elképesztő tematizálási képességre tesz szert. A hangfelvétel, ami kijött, az elképesztő botrány. Ennek majd erről beszéljünk, hogy egyébként lesznek-e az Európai Uniós és a magyar kormány között zajló tárgyalásokban az igazságügyi reform és a független magyar igazságszolgáltatás kapcsán lesznek ennek folyamányai, mert lesznek, azt hallom Brüsszelben. Tehát maga a felvétel az rendkívül súlyos, ebben bármelyik kormány belebukna bármelyik demokratikus országba, de most csak azért akartam zárójelbe tenni, hogy azon túlnézzük a politikai jelentőségét annak, ami zajlik. Mert én még nem láttam arra példát, talán a Hősök teri Orbán beszéd óta, hogy valaki így robbanjon be a köztudatba. Ráadásul fiatalon, ráadásul viszonylagos politikai előképzettség nélkül. Ez az egyik megállapítás. A második, és az újságírókat kérdeztem én is, hogy csak én látom így, vagy más is így látja, hogy olyan tökéletesen nyomdakészen beszél, elképesztő pszichés összeszedettséggel és fegyelmezettséggel, tudva azt jogászként, hogy mi az, ami peresíthető, mi az, ami nem, mire kell vigyázzon. Az életed első tüntetése, ami az egyik legjobb ellenzéki tüntetésnek számít, után bemész a Partizánba, és látszik, hogy azért van fáradtság rajtad, de elképesztő profin tudsz nyilatkozni. Ez egy adottság. Mindaz, tehát amit Magyar Péterről el lehet mondani, hogy benne van az X-faktor, azt nem tudjuk, hogy egyébként ő lesz-e az. Viszont én a jelenségről hagy szóljak. A jelenség az ellenzéki pártoknak ma nagyobb kihívás, mint a kormánynak. Szerintem ebben egyetértünk. Ez a EP választásokat illeti. 26 szempontjából viszont ma olyan fenyegetettséggel találkozik a NER, amivel az elmúlt 14 évben nem találkozott. Hiszen minden eddig az összegyurcsányozásról szólt, bárki jelentkezett rögtön össze lett gyurcsányozva. Nem véletlen, hogy arra épített a Fidesz tematikát, hogy folyamatosan a DK legyen az egyik oldal, másik oldal pedig Orbán. És a NER ez ma úgy néz ki, hogy bizony módosítani látszik. Kényszer lesz arra a karmelitában, mert Magyar Pétert összegyúcsánni azért nem fogják tudni. Úgyhogy az, amit ő mond, hogy egy új pólus alakul, lesz tehát a NER, lesz a meglévő ellenzék, ahogy mondod, és ebben teljesen igazad van szerintem, hogy erős szelekcióval és kiszóródással,
de lesz egy DK-s baloldali tömb, látjuk az MSZP betakozódott, Karácsony Gergely brand, de a Párbeszéd az kevésbé létező brand, miközben jó barátaim és egy tehetséges politikusok vannak ott, de mint brand egyébként értelmezhetetlen, lesz egy ilyen tömb. A Momentum számára kihívás, hogy egyébként mondjuk mint liberális párt, hiszen azt a mezőt kell tudja valahogy betölteni, el tudja elfoglalni bármilyen kis szeretét a politikának, és ezen kívül lesz Magyar Péter. Hogy egyébként a projekt 26 szempontjából veszélyese a NER-re nézve, vagy az én oldalomról nézve, megdönti-e végre valami a rendszert, értem a szokásos pólómba, minden rendszer megbukik egyszer, azt nagyjából a következő két hétben meg fogjuk tudni jósolni. Nem tudom, mivel áll elő szombaton Magyar Péter, hogy kikkel szövetkezik. Szerintem ez egy nagy tüntetés lesz, tehát én nem aggódom különösebben azon, hogy itt Magyar Péternek a tüntetés vonzó, vagy tüntetés szervező képessége az hirtelen elillant volna, vagy elillanna. Tehát lesz egy viszonylag nagy tüntetés, és abban igazad van, persze, amit gyurcsányozáson mondasz, de a gyurcsányozás kapcsán eddig is minden ellenzéki szereplőnek megvolt a lehetősége arra, hogy adott esetben ne fogjon össze Gyurcsány Ferenccel. Tehát a gyurcsányozásban nagyon sokat segít az, hogyha az ember fölkerül egy közös listára. Hát, de bocsánat, ott ugye nem a Fidesz volt az, aki ezt megakadályozta. Ha ugye akkor én még nem voltam a jobboldali térnek a nyilvánosságban szereplő része, de én alapvetően nem nyírtam volna ki Botka Lászlót azért, mert ő megpróbálta kinyírni Gyurcsány Ferencet. Nem gondolom, hogy ez egy olyan probléma lett volna, vagy olyan helyzet lett volna, amit a Fidesz akadályozott volna meg. Ha egy kicsit tágabbra nyitjuk a magyar politika szemléletünket, akkor látjuk, hogy a Mi Hazánk nevezetű párt azért a gyurcsányozásra elég rezisztens. Tehát nem nagyon látom azt, hogy Torockai Lászlót valaki gyurcsányozná, nem nagyon látom, hogy a kormányzati kommunikációban Torockai László összegyurcsányozása megjelenne. Mátyás, ez egy létező ellenzéki párt. Az én nézőpontomból a Mi Hazánk az teljes függésben van a NER-hez. Nem mondom, hogy a Fidesz szatelit pártja, hiszen önálló akarattal és politikával rendelkező párt, de addig létezik a Mi Hazánk, amíg a Karmelitának ez megfelel. Tehát ezt kicsit levezetnéd, hogy mik pontosan azok a mechanizmusok, amelyeken keresztül, amennyiben Orbán Viktornak kényelmetlen a Mi Hazánk, akkor meg tudja szüntetni? Nem biztos, hogy a nyilvánosságot bírja az információs csomag, amit én el tudok erről képzelni, hiszen Torockai Lászlót láttuk már különböző színpadokon, vagy tüntetéseken, vagy molotov koktél dobálásoknál, és valahogy mindig az derült ki, hogy vagy küldik, vagy... Torockai László fogott ember ez az állításod, oké, ezt most hagyjuk az egyik felére a teremnek. A másik állításom viszont az, hogy a Mi Hazánknak vannak olyan témái, amelyek pláne vidéken a Fideszre kimondott veszélyesen tudnak lenni. A Mi Hazánknak van önálló szavazóbázisa, van. Az ugyanúgy megvan, mint ahogy annak idén megvolt a Miépnek a 90-es években, a Csurkistáknak, a korai Jobbiknak. Így van. Ez a réteg, ez mindig is meg lesz. Így van. És egyébként könnyen vándorol másik párthoz, ahonnan hallja ezt a radikalizmust, és ezt a mikor milyen konteókat kell elhinni logikát. Ezt elfogadom, de ezért mondom, hogy a Mi Hazánk egyébként az, hogy most 15% vagy 6% azt a Karmelitában. Azért nem vagyok biztos, mert nem csak a Fidesz politikai tematizációja határozza meg azt, hogy a Mi Hazánknak milyen a szavazóbázisa, hanem ahogy a Churchill mondta, az események. Hát van egy olyan helyzet például, amikor a Fidesz különböző Európai Uniós kompromisszumokat köt, mert szerintem nagyon helyesen köt Európai Uniós kompromisszumokat a haza érdekében, akkor a Mi Hazánk elő tudja venni azt a kártyát, hogy Orbán Viktor becsicskult Brüsszelben, és háborúpárti, háború támogató akármilyen lett. Én emlékszem, hogy a saját olvasóimmal kimondottan sokat vitatkozom néha arról, hogy mik azok a politikai szükségszerűségek, amiknek a mentén néha Orbán Viktor cselekszik Brüsszelben. A Mi Hazánk pont ebbe a térbe tud benyomulni, és néha, amikor nem teljesen érthető, hogy Orbán Viktor Brüsszelben mit miért csinál egy jobboldali érzelmi szavazó számára, akkor a Mi Hazánk ebben a térben a Mi Hazánk kimondottan el tud helyezkedni, és tud pontokat szerezni. Jelentőségén túl beszélünk szerintem a kevés műsoridőnkben a Mi Hazánkról. 15%-os párt. Ez egy 8-10%-os szavazóbázis, ami mindig meglesz. A kérdés az egyébként, hogy tudja-e zsarolni az aktuális nagy kormányzati folyamatokat. Most szerintem fordított a történet. A Fidesz bármikor zsarolja a Mi Hazánkat, de sokkal izgalmasabb az, hogy valószínűleg a Magyar Péter jelenség a Mi Hazánkra is kihat, tehát biztos, hogy morzsolódik le. Jobboldali a kormánnyal, valamiért elégedetlen, hűzöngő, a kormányzati retorikát vagy magatartást nem szerető, és persze
nem az Európa ellenes Mi Hazánk szavazó, hanem az a szavazó, én is ismerek ilyet, aki egyébként a radikalizmus felé megy, és valami mást akar. Ilyenből lesz, aki Magyar Péterhez csoportosul, biztos, hogy nem a DK-hoz vagy a Momentumhoz. Az biztos, szerintem is elkezdtétek sorolni, hogy a kétfarkúaknak a Magyar Péter, hát szinte eltűnt a két farkú. Abszolút, abszolút. Az elmúlt 3-4 hétben. Kapároznak is miatt rendesen. A nyilvánosságban a Momentumnak óriási kihívás, ugyanakkor lehetőség is, hiszen liberális pártként meghatározhatják magukat. Egy tény, szerintem szükség van az ellenzéki pártok mandátumaira, meg kell, hogy legyenek LP képviselőink a nagy európai frakciókban, de hogyha Magyar Péter el tud indulni, ugye ez nagyjából ma délután ki fog derülni, hogy mit mond be, nem tudom, hogy milyen párttal szövetkezik ki, de fogalmam nincs, hogy mi fog történni. Lehet, hogy az én álláspontom is a jelenség kapcsán nagyon gyorsan megváltozik, hogyha meghallgatom a szombat délutáni beszédét, még előtte vagyunk, ezt tisztázzuk, de hogy egyébként, ha ő egy jó megoldást tud találni, akkor a DK-t val egy szinten, vagy akár nála nagyobb szavazatvonzó képességet tud az EP választásokból kijönni. Hát 25%-ot mondasz Magyar Péterre így bemondásra? Hát nem tudjuk. Ugye a DK 20 környékén jó, volt. Ha 20 környékén volt, akkor rögtön te megfélted öttel. Azért nem mindegy, hogy 25 vagy 20. Hát oké, csak azt mondtad, hogy a DK vagy annál nagyobb szavazatvonzó képesség, ez nekem ugye egy mandátumon többet jelent. Mandátum számban nézve szerintem a nagy része a pártoknak teljesen elvész ebben a turbulenciában, és ott megmaradnak a mágnesek, vagy a csoportosulások, így a DK és a másik, a Magyar Péterféle mozgalom lesz, amit mondom, még egyszer nem látunk, hogy micsoda. Ez érdemi kihívás lesz a NER-re nézve 26-ra. Nem az EP választásokra, bár azt gondolom, hogy ez a különbség Márki-Zay Péter megjelenése és Magyar Péter megjelenése között, hogy Márki-Zay Péternél nem volt az igaz, hogy egyébként tömegben hozná a volt fideszes vagy kiábrándult fideszes szavazókat, pontosan azért, mert hogy rögtön egy ellenzéki nagy koalíciónak lett az élére állítva, tehát minden olyan volt fideszes szavazó egyszerre találkozott azokkal, akiket nem akart megválasztani, viszont Magyar Péter érdemben fog tudni leszakítani Fidesz szavazókat. Szóval anekdotikus bizonyítékom van ennek az ellenkezőjére csak, és ez nyilván nem olyan, mint a számszerű, de én emlékszem, hogy jobboldaliak azért kerestek, vagy kérdeztek engem annak kapcsán, hogy most akkor pontosan miért kellene, vagy miért nem kellene Márki-Zay Péterre szavazni. Tehát volt ez valamennyi, tartott novemberig, ez így van, igen. Na de az a probléma, hogy Magyar Péternek még nincs itt a november. Tehát a Magyar Péter még nem érkezett meg a pártpolitikai rendszernek a mocsarába, nem érkezett meg abba a helyzetbe, amikor valós politikai alternatívát kellene építenie, de amikor a jelenséget kellene hozni. Olvasd, ez az én szövegem, hogy akkor lesz valakinek vége az ellenzéki oldalon, amikor lerántjuk. Vagy egyszer csak ez az igazság, és képes vagy te is látni, még én is képes vagyok látni. Lerántjuk a magyar politikai mocsárba, és onnantól kezdve lehet más a politika névvel elinduló új mozgalom, kiderül róla, hogy nem lehet más a politika, stb. És mindenkit lerántunk. Hát nincs meg itt a november. Magyar Péter nem mondta még meg, hogy mennyi lesz az áfa a magyar kormány alatt. Magyar Péter nem mondott még érdemlegesen néhány ilyen kis mittig idecsapás, udacsapáson kívül érdemleges külpolitikai pozíciókat. Egy csomó olyan kérdés van, ahol Magyar Péter nagyon jól el tudja rontani azt a hype-ot, ami most körülötte van. Ez szerintem nem fog szabadatra válthatóvá változni. De abban igazat adsz nekem egyébként, hogy 14 év alatt ez a legérdekesebb kihívás a kormányzatra nézve. A Simicska érdekesebb volt szerintem, de az egyik legérdekesebb, ebben megegyezhetünk. A Simicska belső integritás és potenciális páncélszekrénybe zárt információk volt kihívás, ezért gyorsan meg kellett vele állapodni, és meg is állapodtak vele. Kifizették. Nem olyan volt ez olyan gyors, az tartott egy jó pár évig, amíg a Simicskával nem volt semmiféle megállapodás, vagy legalábbis annak a látszata sem volt, nem tudjuk pontosan, hogy milyen megállapodás történt a Simicska Lajossal, ha történt. De az ugye nem, tehát én nem tudom, hogy ez megállapodás volt-e, vagy egy felvásárlás, nekem inkább utóbbinak tűnik, de persze minden lehet. Csak azt mondom, hogy Simicska Lajos egy gazdasági bázis volt, Simicska Lajos establishment politikai tudásnak volt a birtokában. Simicska Lajos egy jól bejáratott politikai operatív volt, aki végigkísérte Orbán Viktornak a pályafutását, és akkor ehhez képest az történt, hogy Simicska Lajos egy 20%-ot karcoló Jobbikot tudott felépíteni a Fidesszel szemben, és akkor ez volt a jó, vége. Jó, ismered a belső viszonyokat. Az nem lehet egyébként, hogy Magyar Péter mögött háttérben megjelenjen Simicska támogatóként, segítőként, hiszen egyébként Magyar Péter önmagában
azzal a finanszírozással és networkkel nem rendelkezhet, ami egyébként alkalmas képes arra, hogy ekkora mozgalmat felépítsen, ilyen tömegrendezvényeket szervezzen. Csináltál egy címet az Ultrahangnak, azt hiszem, hogy Simicska Ál Magyar Péter mögött kérdőjel, hogy is ismerem az Ultrahang címet, és gyakorlatilag szerintem ennek nagy esélye van, de nem gondolom egyébként. Ha? Nem. Tehát azt látnánk, hogy Simicska Lajos politikai infrastruktúrát épít Magyar Péter mögé, hogyha ez így történne. Azt gondolom, hogy a professzionális politizálás bizonyos instrumentumai már ott lennének mellette, hogyha ott lenne Simicska Lajos. Most, amit én látok, az az, hogy itt Magyar Péter intuíciójából mennek a dolgok, ami egy nem rossz politikai intuíció. Értékeltem a te mondataidat, most akkor te értékeled az enyémeket. Igaz-e az, amit mondtam, hogy egyébként az egy önmagában hatalmas dolog, hogyha valaki így be tud robbanni a közéletbe. Ennek van valami bája, amit nem gondolt volna a Magyar Péterről, te ismered régóta Pétert. Nem ismerem régóta Pétert, nézd, van valamilyen bája, persze mindig, mindenhol, minden új politikai szerveződésnek, Közép-Európában rengeteg példa van erre, és ez is igaz, Szlovénia, de mondhatom egyébként, hogyha neked kevésbé kedves pártokat mondjuk, akkor Miroslav Škoro is egy ilyen jelenség volt. Horvátországban egy nagyon izgalmas jelenség volt Simo Hóvnya Lengyelországban, de abszolút igaz, hogy egy új politikai szereplő belépésének van egy ilyen diszkrét bája. Ugye az én szememben, aki nem akarom leváltani a kormányt, nyilván ez a bája, ez máshogyan cseng, mint a te szemedben, aki olyan pólóban jársz, amilyennel. Tehát ez igaz, persze, csak az a helyzet, hogy ilyen bájos, szép új antréból, ha nem is ilyen politikai jól megtervezetből, mint a Magyar Péteré, volt azért néhány az elmúlt 14 évben. Tehát persze, a bája az ott van. Tehát, hogyha a tehetség? A tehetség milyen tekintetben? Hát amiről beszéltem. Tehát milyen tekintetben? Mert ez nagyon fontos, hogy az ember média személyiségként tehetséges, vagy politikusként tehetséges. Én megadom a Magyar Péternek azt, hogy a politikai antrét időzítés tekintetében, a kommunikáció feszessége tekintetében, amit mondtál, a közösségi média használata tekintetében nagyon jól csinálta meg. Mondok egy olyan politikai tettet, ami szerintem a létező ellenzéki pártok egyikesen vállalt volna be, hogy kijössz az ügyészségről, nem tudom, délután egykor, és meghirdetsz egy nagy rendezvényt, egy tömegdemonstráció délután 6-ra. A pártok nagy része, akik pártosodnak, beleért egyébként magát a Fideszt is, ezt hosszan elemzik, összehívják rá a válaszmányt. Kutatócsoportot, Rogán megbízza a kutatóbázis, hogy kérdezze meg a népet, hogy van-e értelme ilyet csinálni. De az egy politikai tett, és ez már nem kommunikációs trükk egy asztalnál, hanem ez egy politikai bevállalás is tett, hogy ilyet bevállalsz, hiszen hogyha nem jön össze, akkor az egész projekted egyébként kártyavárként omlik össze, és bejött neki. Egy dolgot mondanék még, én nem ismerem személyesen Rogán Antalt, de azt tudom, hogy azt mondják róla, hogy ő alapvetően egy hasonló, Magyar Péterhez hasonlóan jó intuícióval rendelkező ember. Én azt gondolom, hogy a Fidesz azért nem csinál olyasmiket, mint Magyar Péter itt ezzel az akcióval, mert az ő intuíciójuk meg azt mondja, hogy az adott politikai helyzetben ennek nincs értelme. Az ő intuíciójuk is képes volna arra, hogyha meg lenne a politikai helyzet ehhez egy ilyen jellegű megmozduláshoz, akkor ők is össze tudnak hívni. Tehát itt az abszolút igaz, hogy jobban érzi a politikai helyzetet Magyar Péter, mint akárki más a jelenleg létező ellenzékből. Sőt, Ezt egy picit hagy árnyaljam, mert szerintem az ellenzéki politikai szereplők nagyon nagy része normális körülmények között, egy normális demokratikus többpárti verseny idején egyébként ragyogó politikai tettekre és műveletekre lenne képes, de egyszerűen a magyar társadalom, a választói közönség beleértve, sőt, kifejezetten az ellenzéki szavazói közönséget ráunt a sikertelenségére a létező pártoknak és személyiségeknek. Az, hogy én egyébként nem akarok újraindulni, és azt mondom, hogy van pillanat, amikor ki kell tudni ebből lépni, és azt kell mondani, hogy nem a magas európai parlamenti képviselőség érti azt, hanem valami mást szeretnél csinálni. Ez azért volt, mert egyébként azt érzékelem, hogy nem akarom, hogy rám unjon a magyar társadalom, és ránk un, mindenjünk ránk fognak unni. Ez a sikertelenség az, ami a mostani politikai ellenzéki garnitúrának a brand erejét csökkenti. Ezért izgalmas a Magyar Péter jelenség. Ettől még egyébként a mostani politikai ellenzéki arcok egy jó része
tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy egyébként egy új országot építsen, egy új kormányzati struktúrában. Hagylak mindjárt moderálni, csak egy dolgot szeretnék erre mondani. Mert jó a flow, úgyhogy nem szólunk ilyenkor bele. Értékelem is, ez egyébként egy az ellenzékből hiányzó politikai képesség, hogy a tiszteled és lojális vagy azokhoz a kollégáidhoz, akikkel együtt politizáltál 10 sok éven keresztül. De mindemellett én meg azt látom, persze nem ismerem őket annyira, csak vitaműsorokban találkozom velük, hogy azért, hogyha a magyar ellenzéknek vezető szerepben vannak olyan politikusai itt most a Momentum legutóbbi EP lista vezetőjére gondolok, akik nem tudják megkülönböztetni egymástól a gazdasági indikátorokat, és jóléti mutatóval tévesztik össze a fogyasztási statisztikát, akik, és ebben meg szerintem te is meg fogsz tudni erősíteni, akiknek a külpolitikai látása nem terjed ki arra a csekéke tényre, hogy egy GDP 80%-át exportból szerző országnak nincsen lehetősége egy nem növekvő piacon, mint az Európai Unióban, kizárólagosan gazdasági kapcsolatokat építeni, hanem dolgoznia kell keleten is. Hát ha az ellenzékben vannak ilyen komoly intellektuális problémák, akkor egyszerűen nem igazad, amit mondtál, hogy egy versengő demokráciában érzed egy nem Orbán Viktor tehetség által leuralt politikai rendszerben, sikeresen ez ellenzék, és semmilyen politikai rendszerben nem lenne sikeres. Azt gondolom, hogy az ellenzéki kollégai döntő része ebben te kivétel vagy, és van még néhány kivétel. Egyszerűen a policy tudással nem rendelkezik, és a politics tudással sem rendelkezik ahhoz, hogy sikeres legyen bármiféle politikai rendszerben. Én azt gondolom, és ezt őszintén mondom neked, hogy itt igen komoly bajok vannak, hogyha egy 20 éves újságíró jobban tudja a gazdasági indikátorokat, mint egy listavezetője az Európai Parlamentben, az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak, ez egy probléma. Tehát komoly tudás és képesség probléma van az ellenzékben, és a te politikus társaid, azt gondolom, hogy itt részben az elfogultság beszél belőled, amikor azt mondtad, hogy ők bárhol máshol jobban érvényesülnek, nem érvényesülnének jobban. Ők nem túl tehetséges politikusok döntő többségükben. Azért, bocsáss meg, de a helyzen a vonalon is nem a Momentumról beszélve, egyébként mind a két Momentumos LP képviselő kifejezetten jó színvonalú szakmai munkát végez, amitől a itthoni sajtó nem számol be, mert nem érdekes. Az sem volt soha érdekes, hogy egyébként nekem milyen szakmapolitikai sikereim vannak odakint Brüsszelben, mert nem azért lettem az év EB képviselője kétszer, mert egyébként a Fidesz retorikával élve én jól árultam a hazámat, a túrót, hanem azért, mert a szakmapolitikai tevékenységemben olyat tettem az asztalra, ami egyébként az összeurópai szempontból, bele a magyar társadalom szempontjából hasznos volt és látványos. A Momentumos képviselők is tudnak ilyet, de csak azzal akartam visszavágni, hogy amíg a Fidesz alelnöke lehet Németh Szilárd, vagy hasonló politikusok, Farkas Flórián és mások ülnek ott a parlamenti padsorokban, akik csak egy apró kis rész elemei az én szóhasználatommal élve a politikai maffiának, vagy a hűbéri rendszernek, addig ne kezdjenek ne mondani. Nem vezetik az EP listát. Tehát a Németh Szilárd legmagasabb pozíció egy honvédelminisztériumi parlamenti államtitkári pozíció. Azokban a pozíciókban, ahol tudni kell a gazdasági számokat, ahhoz értő emberek vannak. Varga Mihályról nem tudsz olyanokat mondani, hogy ő ne lenne kellően értelmes. Szijjártó Péterről sok mindent el fogunk tudni mondani, és én sem értek mindenben egyet Szijjártó Péternek a külpolitikai mozgásával, de az, hogy Szijjártó Péter rendkívül tapasztalt, rendkívül kompetens, rendkívül agilis, és a gazdasági diplomáciában talán az egyik legjártasabb politikus Magyarországon, azt nem lehet tagadni. Mondhatok egy meglepőt? Igen. Egyetértek. Köszönöm szépen. Nekem vannak olyan a magyar gazdasági szereplő, inkább ilyen családi nagyvállalkozások méretű, néhány száz embert alkalmazó céges ismerőseim, akik tudom, hogy 100 éve egyébként családilag balos szavazók, és a legnagyobb elégedettséggel és tisztelettel beszélnek a Szijjártó Péter féle külgazdasági mozgásról, és arról a korrektségről, ahogy egyébként a minisztérium, vagy a HIPA, vagy bárki más tárgyal választ. És ezt én nagyon szívesen kimondom tévéműsorokban, és volt is ebből botrány nálunk, a mi oldalunkon, hogy én miért dicsérem meg, és megmondtam, hogy Szijjártó Péter nem azért dicsérem meg, mert egyébként Lavrovval összefűződött szoros barátsága nekem tetszene. Többször elmondtam a miniszter úrnak, hogy két dologról ne beszéljünk, az ő Moszkva pártiságáról és az Európai Uniós politikájáról, mert akkor egy kanálvízben megfojtjuk egymást, annyira nem értünk egyet. De amikor külgazdaságról van szó, akkor szoktunk egyeztetni, mert azt gondolom, hogy ez hosszú távú, több évtizedes magyar érdek, hogy ezekben együtt mozogjunk, én mint EP képviselő, és ő mint külminiszter. A külgazdasági miniszter. Úgyhogy tessék egyetért. Szuper. És ha már egyetértéseknél állunk ugyanis. Ja, közben visszajött? Igen. Egyébként megjegyzem. Nem mondtad, hogy megy a hasad. Finom volt a víz egyébként, ezt látom. Igen, kiment, mint Orbán Viktor a tanácsülésről. Kárnézni. Hogy mondják, ez mindig egy kényelmes helyzet, amikor a beszélgetésnek a menete az önmagában forog, nem kell feltétlenül izzadni
aggódni azon, hogy jobban menjen, viszont ha már itt az egyetértést nyerünk, hiszen úgy gondolom, hogy ebben nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy egyet nem értés lesz, de azért, ha már bedobtad így fél szóval, akkor kíváncsiságból azért rákérdeznék, hogy említetted azt, hogy az ellenzéknek a keleti nyitás politikája kapcsán ugye ott bizonyos, hát most fogalmazok úgy, hogy megfontolatlanságokat észlelsz, és azért kérdeznék rá, mert ugye nem te teljes mértékben köztudott, hogy azért te a kérdésben aztán úgy finoman szólva is otthon mozogsz, és ennek kapcsán szerintem érdemes lenne egy picit rátekinteni erre, hogy mondjuk egyrészt, hogy Matyi, te hogy gondoltad, hogy milyen pontok mentén? Azt mondta, tőle nem kép? ő nem aktív LP képviselő, neki minden szabad. Igen. Ebben a székben ülök, és újságíró kolléga. Minden újságíró megbukik egyszer. A rendszerrel együtt. Átmentem már a gimén, úgyhogy. Szóval Mátyás. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy kicsit talán kifejthetnéd, hogy mire gondoltál itt ennek mentén, hogy az ellenzéki megfontolatlanság mondjuk egy ilyen kérdésben, és talán kíváncsi lennék, hogy arra reagáljál esetleg pár szóba, hiszen ma, ahogy említettem itt, nem hiszem, hogy egyetlen értések lesznek, de maga a téma szerintem mindenképpen megért. Utaltam erre, akkor kifejtem, de Magyarország gazdaság szerkezete úgy áll össze, hogy a GDP-nk 80%-a export. Ugye 1970-es évek óta, tehát a Jamaica egyezmény óta három módja van egy országnak a túlélésre. Ez a három mód, ugye pontosabban egy központi módja van, dollárt kell termelnie, ennek három lehetősége van. Vagy terméket exportál, ahogy mi döntő többségében Európában, vagy szolgáltatást exportál, tehát turisztikával foglalkozik, vagy munkaerőt exportál, elvándorolnak a lakói, és hazaküldik a remittanciát. Most egy olyan országban, ahol 80% a GDP arányosan az exportfüggőség, és növekedni jóhajt a gazdaságunk. Ott konkrétan fizikailag nincsen más lehetőség arra, hogy Magyarország életszínvonalra javuljon, Magyarország növekedjék, mint az, hogy az export növekedjen. Most az export növekedése két dolog mellett tud növekedni. Tudunk piaci részesedést szerezni ott, ahol most van egy piaci részesedésünk, és az lehet nagyobb. Ez volna a lehetőség az Európai Uniós piacon belül. De az Európai Uniós piacok azok magas technológiával rendelkező, nagyon kompetitív, nagyon nehéz piacok egy olyan ország számára, amely eltöltött 40 évet a kommunizmusban. A másik lehetőség az, hogy az a piac, ahol van piaci részesedése, az a piac növekszik. Az EU nem növekszik. Az EU úgy döntött, hogy nagyon sok más politika, vitatkozhatunk róla, hogy ez jó, de nagyon sok más politika, zöld politika, külpolitikában morális szempontok fontosabbak, mint a gazdasági növekedés. Emiatt az Európai Unióban hosszú távon érdemleges növekedése, pláne Németországban nehezen számolhatunk. Ergo nem marad más lehetőség, mint hogy a világ növekedési centrumaiban a magyar export piacot szerezzen, ezek a növekedési centrumok pedig olyan tekintetben keleten vannak, itt most ne Oroszországra gondoljon mindenki, nagyon szépen kérem, ez nem Oroszországról beszélek, Oroszország nem egy növekedő gazdaság jelenleg, és nem egy elsődleges fontosságú külkereskedelmi partner Magyarország számára. Közép-Ázsiáról beszélek, Kelet-Ázsiáról beszélek, Dél-Ázsiáról beszélek, illetve beszélek perspektívikusan Afrikának azokról a részéről, amelyek növekedésre képesek. Ezeken a területeken, és itt fölmerülnek már olyan kérdések, hogy ezeken a területeken viszont a politikai berendezkedés az nem olyan, mint Európában. És a politikai gazdasági összefonódások is egészen máshogyan néznek ki, mint Európában. Ahhoz, hogy az ember ezeken a helyeken piacot szerezzen, a politikának intenzívebben bele kell avatkozni abba, hogy a gazdaság hogyan szerez ott piacot, a politikának elő kell készíteni a terepet a gazdasági piacszerzéshez. Nem olyan régen interjúztam egész konkrét adáshoz képest tegnap előtt Hernádi Zsolt MOL vezérrel, nagyon szépen levezette azt, hogy különböző piacokon a piacszerzését a MOL-nak, amely aztán Magyarország számára bevételt termel, hogyan segítette elő a politika. Én azt gondolom, hogy az, aki Magyarországon növekedést szeretne, életszínvonal növekedést, felzárkózást, az nem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a szempontokat, amelyeket egyszerű matematika alapján lehet levezetni. Tehát az, hogy Közép-Ázsiában például Magyarország pozíciókat szerez, úgy, ahogyan Olaszország vagy Csehország 20 évvel ezelőtt megtette. Az, hogy most mi ezt csináljuk, és ennek érdekében vannak intenzív politikai kapcsolatok olyan országokkal, amelyeket sokan Magyarországon csak a Borát című filmből ismernek, teljesen helytelenül, mert az Romániában forgatták egyébként, nem Kazahsztánban. Ez egy kulcsfontosságú tényező, és aki ezt politikailag mocskolja, aki ezt diktátorok bratyizásának, smúzolásának nevezi, aki azt gondolja, hogy itt bárki lefeküdt Kínának, vagy lefeküdt a sztánoknak, az a pályán matematikai és közösségi értelemben nem lát. Én ezt gondolom a keleti nyitásról. Hú, adjatok egy újabb 40 perces műsoridőt, mert nagyon fontos alapállások vannak. Hagy szögezzem az elején rögtön. A morális szempontokat soha nem lehet sarokba hajítani. Ez egy normatív állítás, csak ez nincs így, tehát nem így történik. Egy történelmi, az emberiség szempontjából nagyon fontos, leszögezendő dolog. Ezt azért akarom az elején mondani, mert a morál és az emberiességnek a kérdése az mindig ott kell szerepeljen első helyen. De, és itt folytatom.
Magyarország szempontjából szerintem nekünk a következő 100 évben a fennmaradásunk, jólétünk, biztonságunk az csak az Európai Unió keretein belül lehetséges. Ennek több oka is van, részben a nagyobb közösségben könnyebb túlélni, a belső piac, és sok minden más, a közös kultúrközösség, sok minden más. De hogy mi az Európai Unión belül fontosak legyünk, ahhoz meg kell találni a mi speciális tudásunkat. És ebben igazat adok neked most, mert ezt most te mondtad el az előbb, de én ezt képviselem hosszú-hosszú évtizedek óta, tehát a politikai pályám kezdete óta ezt képviselem. Mi Magyarország számára ez a kapuszerep, egyik oldalról a sok évszázados hagyományok miatt, részben a Kárpát-medence, részben pedig a Kárpát-medencei magyarságnak is köszönhetően, részben pedig a régi monarchia időszakának köszönhetően, vagy a korábbi királyságok alatt a Balkán és a ma még nem Európai Uniós, és valószínűleg sokáig nem Európai Uniós tagállamok, akik fele nekünk kapuként vagy közvetítőként ott kell legyünk. Ez, tehát az, amikor egyébként Magyarország arról beszél, hogy nekünk stratégiai érdek a szomszédságpolitikában a Balkán, akkor ezt én maximálisan aláírom és képviselem. Holnap egyébként Tiranába repülök éppen, Albániába tárgyalni a kormányzattal. A másik pedig a kelet. Hát én attól rosszul vagyok, a hajam az égnek áll, amikor nem lehet arról beszélni bizonyos mainstream körökben, hogy egyébként mi keletről érkező nép vagyunk. Én büszke vagyok arra, hogy én egy picit más gyökerekkel rendelkezem, mint mondjuk a gallok. Én ezt nagyon szeretem, ezt a vonalat. A hun vonalat is szeretem, általában a keleti vonalat is szeretem. Szeretem azt, hogy végigvándoroltuk Közép-Ázsiát, és végigvándoroltuk a keletet, mindenhonnan valamit összecsipkedve, meg mindenhol ott hagyva némi génjeinket és kapcsolatainkat. Ez egy nagyon fontos szerep. Éppen ezért mondjuk például a mongol EU gazdasági kamarának az egyik vezetője leszek a következő években, mert hogy nagyon komolyan gondolom azt, hogy egyébként nekünk EU és Mongólia viszonylatában van kapcsolatunk. Kazasztánt említetted, most repülök Kazasztánba 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva. Szuper hely, ezt biztos értem, mert ott nem voltam. Nem voltam még szuper hely. Kérj a tanácsokat, nagyon jó. Kifejezetten EU-s Brüsszel-Kazasztán kapcsolatokban igyekszem erőrelépést elérni. Tehát, hogy ezt elfogadom. Ami a franciáknak mondjuk Afrika egy része, a frankofón Afrika, ami a portugáloknak megmaradt Dél-Amerikában a maga természetes kapcsolatuk, a spanyoloknak Dél-Amerikában, az nekünk nem lehet Brazília vagy Chile, nekünk ez a kelet. Ebben van egy természetes viszony. Ez a mi hozzáadott értékünk a közös Európai Uniós gazdasághoz túléléshez. Úgyhogy egyetértünk, viszont egy gondolatot hagy mondjak még hozzá, és azért fontos, mert hogy a Fidesznek szerintem, és a Fidesz holdudvarának beleértve téged. Nyugodtan. Értelmiségi holdudvarának. Leendő magas tanácsadó körének addig, amíg egyszer csak ki nem lépsz, és azt nem mondod, hogy akkor a Kohán mozgalom elindul. Nem fogok hozzávágni a barátnőmhöz könyveket, úgyhogy... Hát ez vagy igaz, vagy nem, maradjunk ennyibe. Én azt hiszem, hogy nekünk, ahogy az előbb is mondtam, az Európai Unió stabilitás az létszükséglet. Tehát mindaz, amit egyébként a Fidesz belpolitikai hatalmi játszma miatt az Európai Uniós belső rombolásban, például azoknak a szövetségeknek a felvállalásával, sőt szervezésével, akik az Európa ellenes politikai erők a különböző országokban, ezzel árt a magyarságnak. Tehát én azt állítom, hogy amikor én az egységes és erős Európai Unió mellett kardoskodom, és nem beszélek az Európai Egység, az Európai Egyesült Államokról, mert azt az én számot nem szokta elhagyni, én ebben nem hiszek, mert szerintem nem jó erről beszélni, csinálni kell sok minden politikában, amit látunk, hogy érdemes egységesülni, másokban pedig hagyni kell, hogy a nemzetállamok, tagállamok, hogy hívjuk, vagy a városok, önkormányzatok maguk döntsenek, és így vigyék végig a saját politikájukat, de a lényeg az, hogy szerintem a világnak úgy kell kinézni a következő évtizedekben, hogy van egy egységes és erős önálló hatalmi képességekkel rendelkező Európai Unió, van egy hagyományosan létező és erős, megkerülhetetlen Egyesült Államok, és tudomásul kell venni, hogy van Kína, ami a következő évszázadokban megkerülhetetlen lesz. Na most ebben én például, és itt fejezem be a gondolatkört, most Brüsszelbe az a iroda,
az a think tank, amit mi létrehozunk éppen, és júniustól átteszem oda a parlamentből a székhelyemet, mi azt a célt tűztük ki célul, hogy brüsszeli, európai és magyar logikából próbáljuk szervezni a globális folyamatokat úgy, hogy egyébként ez egy háromlábú szék legyen, amelyben mindig szükség van a másik kettőre, hogy egyébként ne boruljon fel az a szék. Mert akkor, hogyha ez működik, akkor mindannyian boldogok és egészségesek leszünk. Ehhez viszont, és akkor itt tényleg aláírom nekünk a keleti nyitás, hogyha az nem egy-két család meggazdagodásának érdekében szól, hanem valódi nemzetstratégia, akkor az bárki is váltja le az Orbán rendszert, valamikor valaki lefogja, akkor azt neki folytatnia kell. Hosszú monológ volt, bocsánat. De teljesen a helyén volt. Igazából érdemleges vitám nincsen, ilyen színek, gusztusok és árnyalatok tekintetében vannak vitáim, mert nyilván mondtál néhány politikai mondatot a néhány családról, meg az Európa ellenes politikai erőkről. Azt elfogadod, és inkább nem reagálsz. Az Európa ellenesre azért annyit hadd mondjak, hogy én egyetértek az, hogy vannak a világon Európa ellenes erők, vannak az Európai Parlamentben is Európa ellenes erők, de vissza kell utasítsam azt, hogy mindenkire válogatás nélkül, aki a jelenlegi európai mainstreamtől eltérő politikát képvisel, ezt úgy, ahogy van, rávágják. De Mátyás, nézd meg azt az én tevékenységemet, meg az én partnerem miatt Brüsszelben, nyilván nem ilyesként. Értelek. Én nem vagyok ilyen skatujás. Értem, csak Szeretek mindenkivel kapcsolatban, és mindenkinek megérteni a motivációit, tehát én nem húzok rá egy az egyben mindenkire egy ilyen zsákot, hogy ráírjuk azt, hogy ő Európa ellenes, de létezik sajnos ez a kategória. Most mondtad el, hogy a Fidesz szerinted Európa ellenes pártokkal vállal fel szövetséget. Én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a Fideszre azért, hogy az AFD-vel evidens politikai szükségszerűek ellenére sem áll össze. Sem áll össze. De ezzel egyszerre arra is nagyon büszke vagyok például, és én ismerem valamennyire belőle az Osztrák Szabadságpártot például. Ha van nem Európa ellenes erő, hanem egy erős Európában egy talán a tiédhez képest egy kicsikét más úton hívő erő, az az Osztrák Szabadságpárt. Ugyanezt el tudom mondani a lengyel PISZ-ről. Ugyanezt el tudom mondani Löpen. A Löpenről is, igen. Tehát én azt gondolom, hogy... Szerinted Löpen kampányfinanszírozása rajtunk keresztül Moszkvából az rendben volt? Én nem gondolom egyrészt, hogy az, hogy itt Moszkva bármilyen módon érintett volna, arra nincsenek bizonyítékok. Másrészt önmagában probléma az, hogy francia bank nem adott Löpennek a kampányára hitelt. Tehát szerintem, ha van demokratikus deficit, akkor az a demokratikus deficit, hogy a magyar banknak kell finanszírozni a Löpen kampányát, mert Franciaországban nem kap hitelt. Kedves tévénéző, nem tudom, tudjátok-e, de mi magyarok. Nem mi magyarok, egy magánbank. Egy magánbank, akinek egyébként mi elég komolyan a közös költségvetésből segítettünk léteznie, egyébként pedig tőletek szedi a kamatot, abból a kamatból egyébként a francia Löpen kampányát finanszírozta Moszkva megbízásából. Nem Moszkva megbízásából, egyrészt másrészt kamatostól visszakapta a bank azt a pénzt értelemszerűen, mert a francia állam ugye ezt visszafizeti a kampányt követően, másrészt meg szerintem az, hogyha nem tudott volna elindulni Marine Le Pen a francia kampányban, az lett volna egy orbitális demokrácia deficit, és Franciaország szegénységi probléma egy bizonyítványa az, hogy nem kapott saját támogatást. Beszéltünk a szuverenitás kérdésről, csak le akarom kerekíteni azt a tematikát. Azok a pártok, amelyekkel a Fidesz együtt dolgozik, Meloni pártjától egyébként, akár Salviniéig, Löpenig, vagy az Osztrák Szabadságpártig, vagy az északi jobboldali pártokig, ezek a pártok egy más Európát akarnak, de egy erős Európát akarnak. Én ízig-vérig Európa párti vagyok, én egy európér vagyok. Én, hogyha a Fidesz a Huxitot célozná meg, én nyíltan szembefordulnék ezzel a párttal. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió, az abban való tagság, az annak a hatékony működése, az egy magyar nemzeti sorskérdés, egy érdek. Tehát én határozottan azt gondolom, hogy a Fidesz csak olyan pártokkal létesít a szövetséget, és csak olyan pártokkal is létesít, amelyek ugyan máshogy, ahogyan te ezt elképzeled, de egy erős Európát és egy egységes Európát akarnak. Én például nem értem egészen, hogy mondjuk azt a lépést, hogy a jelenleg az Európa előszobájában tartózkodó országok, legyen az akár Georgia, legyen akár az a Balkán, legyen az akár Törökország, hogyan nem kapnak egy erősebb gazdasági integrációt anélkül is, hogy formálisan belépnének politikai értelemben az Európai Unióba. Én egy csomó szempontból az európai integrációnak a mélyítésében vagyok érdekelt, de azt gondolom, hogy van egy csomó olyan tematika, legyenek ezek kulturálisak, legyenek ezek az egyes országok külgazdaságkapcsolatai tekintetében felmerülő szempontok, amelyekben az, hogyha központi brüsszeli irányítást vezetünk be, az nem szolgálja az Európai Uniónak az érdekét. Én nem látom, hogy egy csomó olyan hatáskör, amelyre Brüsszel szeretné kiterjeszteni a saját hatalmát. Példát, ez fontos. Persze, örömmel mondok. Hát én például azt gondolom, ezt őszintén gondolom, hogy
a brüsszeli nyomásgyakorlás abban a tekintetben, hogy hogyan nézzenek ki a magyar egyetemeknek a felügyelőbizottságai, a kuratóriumai. De ez nem erről szól, Mátyás, nem erről szól, ez arról szól. Indokolatlan az, és ezt nem fogod tudni tagadni, hogy van egy informális nyomásgyakorlás a szerződések szerint tagállami hatáskörbe tartozó külpolitikai kérdésben Magyarországra. Indokolatlannak gondolom, nem látom, hogy az, hogy Magyarország honnan szerzi be a gázát, milyen üzletei vannak Oroszországgal, bármilyen mértékben, bármely másik európai országnak a biztonságára, a gazdaságára, politikai szempontból, bármilyen szempontból a negatív hatást gyakorolni. Egy csomó olyan dolog van jelenleg Brüsszelben, amelyben Brüssel úgy akar nyomást gyakorolni Magyarországra, nem csak Magyarországra, nagyon sok más tagállamra is, hogy az igazából nem szolgálja az Európai Unió érdekét. Várj, akkor mondta két példát. Az egyik, az első, az egyetemek nem abba szól bele, hogy egyébként hogy néz ki az irányítás, hanem azzal elégedetlen, én magam is azzal elégedetlen vagyok, hogy egyébként ellopják az egyetemeinket. Egyetemista korú gyermekeim vannak, egyszerűen fel nem foghatom, hogy az unokáim számára miért kell azon gondolkodni, hogy itthon tudnak-e majd 20 év múlva egyetemre menni, hogyha teljesen magánosítják, fideszesítik az egyetemeket úgy, és az Európai Uniót ebből egyetlen egy dolog érdekelte, nem azt mondta, hogy ezeket az egyetemeket a magyar kormány nem alakíthatja át, hanem azt mondta, hogy akkor nem ad hozzá Európai Uniós finanszírozást, hogyha egyébként nem átlátható a pénzköltés. Ennyiről van szó. Hogyan kell Erasmus pénzt lopni? Hogyan kell Erasmus ösztöndíjat lopni? Meg tudsz tanítani erre, hogy ez hogyan kell? Nem. Akkor miért nem az Erasmus? Forrás felfüggesztve? Ez miért egy politikai eszköz? Nem az Erasmus. Hát az meg olyan egyszerű, mint a fajék, hiszen én is láttam azokat a nagyon egyszerű és gyorsan kormány által megválaszolható kérdéseket, amik a kormány szándékosan nem válaszolt, mert nem zártak le. Emlékszem, amikor Navracsics Tibor azzal jött ki a bizottságtól, jót kávéztunk, tulajdonképpen mindenben megegyeztünk, ez volt több mint egy éve. Nem akar a magyar kormány Erasmus ügyben megegyezni, mert ezzel lehet takarózni, ez egy jó érv. Nem az Erasmus ösztöndíjakról van szó, hanem azokról az egyetemi pénzekről, amiket egyébként beígértek. Mondok egy konkrét példát neked. A Szegedi Egyetem átalakításakor a szenátus döntése előtt, hogy a szenátus belemegye, a magyar kormány közölte a Szegedi Egyetemmel, hogy pénzeső lesz, pénzeső. Most hasamra ütök, nem akarok hasamra ütni, nem fogok blöffölni. Sok milliárdot ígért be. Én már akkor mondtam a Szegedi Egyetem vezetésének, hogy az Európai Uniós forrást ígérte oda nektek a magyar kormány, amit nem biztos, hogy meg fog kapni Magyarország azért, mert így jönnek létre az egyetemek. Igazam lett? Igazam lett. Az egyetemeket azért vegyük ki, mert senki nem akarja az egyetemeket az Európai Unióból valami európai központosítás alá vetni, az oktatás, az tagállami hatáskör, csak hogyha az egyetemeket így magánosítja a Fidesz, akkor nem biztos, hogy ad hozzá pénzt az EU. A második példát volt az energiapolitika. Én azt hiszem, hogy az közös érdek, hogy megemlítetted a gáz kérdését. Pillanatban megértem, hogy gáza. Azt mondta, hogy gáza. Most ez egy új lapot nyitnánk itt a Hit Rádió. Magyarország földgázáról beszélünk. Magyarország földgázáról. Az, hogy egyébként legyenek észszerű alternatív energia beszerzéseink, ez teljesen logikus, ez bárkinek lehetnek. De egy egységes Európai Uniós energiapolitika és közös beszerzés, az pont te mondtad, hogy vannak gazdasági törvényszerűségek, hát sokkal észszerűbb a 450 milliós kontinensnek, mint egyébként kint a piacon egy 10 milliós országnak, ez olyan, mint egyébként a lélegeztetőgép beszerzés annak idén a Covid idején, azok az országok, amelyek összefogtak és együtt rendeltek, azok olcsóban és jót vettek. Mi megismerjük a sztorit, hogy sikerült belefussunk meglehetősen korrupt ízű történetekbe, maszknál is, vakcinánál is. De szerintem akkor, amikor egyébként közös energiapolitikáról beszélünk, akkor ez a lényeg, együtt, közösen, olcsóbban és stabilabban tudjuk ezt megoldani. És az utolsó példám, mert ahogy te mondtál kettőt, én is mondok egyet, amit saját számból mondok, egészségügy. Akkor, amikor én egyébként évekkel ezelőtt elkezdtem az Európai Egészségügyi Unió programját kifejteni, asztalra tenni, ami ma már hivatalos új pillére az Európai Uniónak, és mai napig ennek aktív alakítója vagyok, akkor azt mondtam, hogy így, hogy egyébként a barátaink, vagy nekem már gyermekeim külföldre mennek, vagy dolgozni,
vagy egyetemre, vagy családot alapítani, vagy hazajönnek, vagy érkezik a Mercedes gyárba a német menedzser a családjával Kecskemétre, akkor az elképzelhetetlen, hogy olyan strukturális, protokollális, tehát a egészségügyi protokollokban, a gyógyszerbeszerzésben, az egészségügyi, stabil, minőségi, minimum szolgáltatásban olyan különbségek legyenek 27 tagországban, mint amik vannak. Ez elfogadhatatlan. Ezért kell egy egységes Európai Egészségügyi Unió, ami nem azt jelenti, hogy a magyar kormány kezéből bárki kivenné azt, hogy egyébként a Badacsony-Tomai házi orvosi szolgálatot azt hogy kell kialakítani. Na most a magyar kormány éjjelből nekem szaladt, és azt mondta, hogy ez szuverenitási kérdés Magyarországnak, hogy Brüsszelből ne szóljanak bele a mi egészségügyünkbe. Én meg azt gondolom, és kedves YouTube néző, szerintem egyszer egyetértetek még, hogyha velem sok mindenben másban nem is, a magyar egészségügyi ellátás színvonala az azért hát ráférne egy kis európai minimum, amit én szeretnék, az én célom az, hogy legyen egy alap minőségi minimum szolgáltatás, amit minden tagállamnak kötelező nyújtani a helyben. Na most akkor ez szuverenitási kérdés, vagy sem? Brüsszel elvesz hatásköröket, vagy sem? Kezdek egy gesztussal, én tínédzser voltam, te meg kezdő EP képviselő, amikor először hallottam a szádból az Európai Egészségügyi Uniót, én azzal mindig is kimondottan egyetértettem. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan... Már megértem, most fejezzük meg. Egyrészt, egyébként én nagyon sok szempontból egyetértek azokkal az irányokkal, amelyekbe a magyar egészségügyet a magyar kormány jelenleg fejleszti. Elég sok családtagom dolgozik az egészségügyben, én is azt látom, hogy az, hogy megtörnek itt évtizedek alatt fölépült érdekstruktúrákat, és orvosmaffiákkal szemben mennek olyan rendkívül visszás gyakorlatokat, mint a bérnővérek gyakorlata megszüntetnek, minden fennakadás, nehézség, hiba ellenére ezek alapvetően jó irányok, de nekem semmi problémám nincs azzal, hogyha Európai Uniós közös minőségi sztenderdeket bevezetünk bármilyen szociális területen, szóval. Szerintem ez egy kimondottan jó dolog. A közös európai energiabeszerzés, megoptanom egyetemekre még reagálok majd, mert szerintem egy fontos elem. Tehát a közös európai energiabeszerzés, én elvben ezt egy jó gondolatnak tartom, csak azt látom, hogy évek óta, tehát interjúztam még, amikor nem volt külügyminiszter, a Radek Sikorszki jelenlegi lengyel külügyminiszterre, akkor is hallottam tőle ezt a gondolatot. Azóta sem központi európai forrásban szerzi be Lengyelország az energiáját, továbbra is minden ország saját magának küzd ezzel, már csak azért is, mert a nagy sietségben, nagy rösszel 22-23-ban kiváltott orosz energiahordozókat mindenki úgy váltotta ki, hogy befogta magát kimondottan drága saját egyéni egyoldalú hosszú távú szerződésekbe Amerikával, meg Katarral. Nekünk olcsóbb lett a gáz? Én ugye azt gondolom, hadd mondjak erről néhány dolgot, hogy azzal egyébként, hogy Magyarország megtart egy vezetékes gázkapacitást, tehát egy olyan gázszerződésben van benne, és a szabadpiacról, tőzsdéről is vásárol a földgázt, azzal, hogy Magyarország megtartja az orosz gázkapcsolatot, azzal bentart tartósan egy technológiáját, tranzitálását, szállítását tekintve igenis olcsóbb gázforrás az ott európai van az infrastruktúra, ahhoz, hogy ez most az, hogy a konkrét szerződés, hogyan kötötték, hogy nem. Ez azért egy izgalmas kérdés nekem, mert megint csak engem érdekelnek ezek a kérdések, tehát én oda mentem 23. februárjában Szijjártó Péterhez interjúzni, és megkérdeztem ezt a kérdést tőle, hogy hogyan lehet az, hogy nekünk állítólag előtte ezt Márta Istvántól, a fővárosi városi holdingnak a vezetőjétől hallottam, hogy előtte nekünk egy kedvező olajárindexel gázszerződésünk volt, aztán ő kötött egy jó drágát a TTF-hez kötve. Hát nem, hanem az volt, hanem előtte is TTF-es kötődésű gázszerződésünk volt, ilyen magasabb felára, mint amit most fizetünk. Tehát az, hogy vannak gázpiaci szükségszerűségek, az egy másik kérdés, az is egy másik kérdés, hogy mikor éri meg hosszú távú szerződésben ragadni benne, mint ahogy azt tette Németország is. De azt elfogadod, hogy függésben nem lehetünk sem Moszkvától, sem mástól. De nem is vagyunk, tehát ez az egészben a legszebb, hogy az a híres gázszerződés, amiről beszélünk most itt mi is, az kevesebb, mint 50%-át hozza a magyar gázfogyasztásnak. Minden más, megkötésekor is. Tehát az egy 3,5 milliárd köbméteres gázszerződés, egy 10 milliárdos fogyasztású országban. Soha nem volt olyan pillanat, amikor az a konkrét orosz gázszerződés, ami függést kötődés hozott, a elkötelezettséget jelent, az többet hozott volna a felénél a magyar gázfogyasztásnak. Az meg egyébként egy vitathatatlan tény, hogy az, hogy jelenleg Magyarországon sok szempontból sok fogyasztónak, nem mindenkinek és nem mindig, a piaci árnál alacsonyabb rezsiköltségei vannak, az részben az fizeti, hogy a MOL az olcsóbb orosz olajból leadózza a különbséget az orosz meg a nem orosz olaj között, és ezben megy a költségvetésbe, ez finanszírozza a rezsicsökkentésnek azokat a részeit, amelyekben tényleg eltér a fogyasztók javára a magyar állam a piaci áraktól. Tehát szerintem itt Európának sem teszünk rosszat azzal, ezt tartom fontosnak megjegyezni, hogy bent tartunk egy olcsóbb, racionális, logikus energiaforrás az európai energiamixben. Az egyetemek fideszesítése meg értem, hogy
alapvetően ellenzéki szavazóként, ellenzéki most már inkább kifutó szériában lévő politikusként. Figyelj csak, ne nyugodjál meg, jövök én vissza. Megvárom a mocsár lecsapolását, a békák távozását. És Donald Trump kormánya alatt fogsz Magyarországon újra politikusra kezdeni, igen. Most jöttem Washingtonból, úgyhogy azért lennének visíreim számodra. Értem, hogy nem bízol abban, hogyha a Fidesz bármilyen struktúrát bárhogyan megváltoztat, de alapvetően az irány, ez nem így van. Az irány, amelybe változtatta a Fidesz egyetemeket, az egy Európában bevett gyakorlat, állami egyetemeken, európai pénzeket hozzáférő egyetemeken is bevett gyakorlat, azt a vadhajtást, ami szerintem a politikusoknak a tagsága volt a kuratóriumokban, a Fidesz levágta teljesen szándékosan, és a mostani viták az Erasmus meg a Horizon kapcsán, azért azt gondolom, hogy nem a magyar kormány az, aki ebben kistílű meg pitiáner, mert az, hogy itt a felügyelőbizottsági helyek, vagy a kuratóriumi helyek a 4 vagy 6 évessége, a választás, újraválasztás módja, tehát ilyen tekintetben vannak most viták a felek között, azért szerintem itt az Európai Bizottság részéről sem olyan erős a megállapodási igény, mint amilyennek lennie kellene, hogyha Hankó Balázs az ember meghallgatja erről a kérdésről, én legalábbis én hitelesnek tartom azt, amit ő erről a magyar kormány politikai tekintetében elmond, és még azt is meg tudom érteni, hogy pont Varga Judit, pont Szijjártó Péter, pont Navracsis Tibor tényleg a legjobb szándékkal ültek be annó az egyetemi kuratóriumoknak az elnöki székeibe, amellett, hogy vadhajtásnak tartom, az egyetlen lehetnek benne vezető politikusok, vagy aktív politikusok. Az, hogy most az a politikai helyzet már nem áll fönn, amiről te beszéltél az imént. Tehát, hogy fideszes politikusok környékére kerülnének az egyetemek, az egyértelmű, nincsenek benne fideszes politikusok. Tehát ez az elsődleges vált, hogy fideszesítenének, ez nem áll fönn, egy Európai Unió számos egyetemén föl lehető modell van, vezető politikusok nélkül, és az Európai Unió szerintem alapvetően nem az egyetemekhez kapcsolódó témában való nyomásgyakorlási céllal tartja fönn ezt a blokkádot, amelyről egyébként maga Endolin Delbocq-Corfield mondta el Erasmus meg a Horizon pénzek kapcsán, hogy ez egy teljesen felesleges kontraproduktív politikai fegyver. A Erasmus ügyben én elég sokat mozgok és mozogtam a bizottságnál, hogy szabadítsák fel, tehát valamit találjunk ki, ami egyébként a magyar diákoknak a mozgásterét, vagy éppen a kutatók mozgásterét nem szűkíti a következő 1-2 évben. Erre az a válasz jött, hogy egy nagyon egyszerű megállapodás ott van, hónapok, sok régóta ott van a magyar kormány asztalán, amit valami miatt a magyar kormány egyszerűen nem hajlandó aláírni. Egyébként igaz az, amit mondasz, hogy Navracsis Tibor kifejezetten jó szándékkal és korrekt, normális tárgyalásokat folytat rendesen, mint ahogy Bóka miniszter úr is mostanában. De nem ez a probléma, hanem mindenkitől azt hallom, és azért a biztosokkal sűrű kapcsolatban vagyok, hogy miután lemegy egy ilyen miniszteri találkozó, mindenki boldogan föláll, csinál neki közös fotót, míg mosolyognak is hozzá, hazajön az adott miniszter, és nem születik kormánydöntés. Ugyanis a miniszterelnök, mondjuk úgy, hogy a Karmelita játszik az ügyben, és folyamatosan itthon ugye elmondja azt, hogy a csúnya Európai Unió. Apropó, ezt ebben a műsorban is muszáj tisztázzuk majd a legvégén egy fontos kérdés, úgyhogy jutassátok eszembe, hogy tegyem fel a kérdést, amit szeretnék. Odakint viszont valójában megszülettek a szakmai megállapodások, de politikai döntések itthon nem születnek, mint hogy az igazságügyi reform is egyébként papíron ott volt már az asztalon, csak a kormány nem akarta átvinni, és aztán kényszeredetten tavaly nyáron a végén megszületett az országgyűlésben az a törvénycsomag. És én akkor nem tudom, emlékeztek-e, az egyetlen LP képviselő voltam, sőt, talán az egyetlen ellenzéki politikai szereplő, aki nagyjából szeptember-október környékén jelezte, hogy így, hogy egyébként átment a törvénycsomag, Magyarországnak egy bizonyos nagyságrendben jár a forrás, hiszen volt egy vállalási kötöttség, amit az Európai Unió azt mondott, hogy ezt a csomagot, nevezetesen 10,2 milliárdot, akkor szabadítunk fel, hogyha az igazságügyi reform átmegy. Átment, és akkor jeleztem, hogy a pénz jár, kigyúlt békát kiabáltak rám bal és liberális oldalról, hogy hát micsoda dolog ez, hogy én ezt mondom, és mondom, hogy mert jár, mert a magyar kormány teljesített valamit, amit egyébként az Európai Bizottság követelt. Innentől kezdve időkérdése, hogy fel is szabadítsa a pénzt a kormány. Most pont ez a 10,2 milliárd újra befagyása lehetséges. Pletykálják, igen. Ez több, mint pletyka, azért nem messziről jöttem most éppen tegnap csak Brüsszelből, tehát ez több, mint pletyka, sokkal több, mint pletyka. Az ügyészség és a volt igazságügyi miniszter Varga Judit szájából elhangzott mondatok miatt, és ebben nyilván az Európai Unió most egy tisztességes, normális magyar vizsgálatot követel, amit
magyar viszonyok között fogalmam sincs, hogy ki fog elvégezni, hogy... Hát ugye nincs ügyészség fölött senki, ez egy régi problémája a magyar politikai rendszernek. Pintér Sándor fogja megvizsgálni Polt Pétert, vagy Polt Péter saját magát, tehát ez egész egyébként szörnyű, ez a kis magyar valóság, de kockáztatjuk ezt a 10,2 milliárdot ismételten, mert az az igazságügyi reformozás, az igazságügyi intézményrendszer függetlenségéhez volt kötve. Mennyi időnk van még? Lejárt? Hát már lassan lejárunk, de... Akkor viszont muszáj ezt a kérdést föltegyem. Tedd fel a kérdést. Azért, mert én nagyon szeretném a következő években, hogyha nem egyszer-kétszer, hanem viszonylag sűrűn tudnánk vitatkozni arról, ami Magyarországot körbeveszi, vagy ami éppen itthon történik. Én maradok egy ilyen politikai szemtanú, és igyekszem sokat alakítani a közbeszéden a saját nézőpontomból, ami egy közös hazában gondolkodik, amiben azt gondolom, hogy vannak olyan minimumok, amikben meg kell tudjunk egyezni. Aztán persze a szkandereinket folytassuk le, és ez teljesen normális. Nekem egy alapvető dolog van, hogy arról a NER házatáján szokjunk le mindannyian, hogy egyébként a másikat hazárulózzuk. Én sem teszem ezt Dajs Tamással mondjuk a EP kampány idején, miközben azt gondolom, hogy sérti a magyar érdekeket az, ahogy a Fidesz működik, de az nem ugyanaz a szóhasználat, mint hogyha egyébként fizetett hirdetésekben, meg a Megafon különböző szájain keresztül egyfolytában hazárulózunk valakit, például engem, aki kisgyerekkorától kezdve egy ilyen megrögzött. Én inkább vagyok egy nemzeti baloldali, ebben a tekintetben kifejezetten, és nem most találom ezt ki, hiszen aki olvas régi sztorikat az én részben székely származásomról és sok minden másról, én mindig is így gondolkoztam, én egy nemzeti baloldali ember vagyok, de engem nagyon sért, hogyha úgy akarom közös jövőt építeni, hogy a érvekben, például a komment háborúban semmi más nincsen, mint te hazaáruló köcsök. Ez így nem fog menni. Úgyhogy csak ezt akartam tisztázni, mert most vagyok nálatok ebben a műsorban. Tudom, hogy a nézőközönség egy jó része nem az én politikai ízlésvilágomból érkezik, de ezt az egyet tisztázok szerintem. Megtartva a szüszpanszt, egy dolgot még el kell mondjak, mielőtt erre reagálok, tehát mert megfogalmaztad egy súlyos feladat azt, hogy a Karmelita játszadozik az Európai Uniós tárgyalásokkal. Én pont ezt a kérdést felvetettem Bóka Jánosnak, és őnek, neki számos kérdésben az álláspontja, hogy akkor is, amikor úgy tűnik, hogy ott van a deal, ott van a megkötött szerződés az asztalon, akkor is vannak politikai akadályok Brüsszelben is azelőtt, hogy egy deal meg tudjon születni, alá lehessen írni. Nekem én erről ennyit tudok, ennél többet nincsen módonban tudni, de a hazárulók tekintetében vissza kéne pörgetnem a nagyjából 5 éves közéleti pályafutásomat ahhoz, hogy sejtsem, hogy használtam-e én ezt a szót valaha. Nem tudom. Nem tudom, tudsz-e tőlem idézni, és ezt nem... Nem. Ez nem mint gacsa, kérdezem. Nem is készültem. Hanem őszintén nem tudom, hogy használtam-e valaha. Azt tudom, hogy én minden belső vitában, amikor kollégák publicisztikában használni akarták, vagy amikor akár a családi ebédlővacsorázó asztalnál ez a kérdés így felmerült, én mindig igyekeztem azon, hogy találjunk először egy másik kritikát. Tehát, hogy gondolkodjunk el azon, hogy biztos az-e a legigényesebb intellektuális megfejtés egy helyzetre, hogy az adott illető hazaáruló. Én azt meg tudom neked ígérni, de ez konzisztens az eddigi pályafutásom majd, tehát nagy vállalást nem kell tennem, hogy én nem fogok könnyű kézzel bánni, köpködni, vagalkozni ezzel a kifejezéssel soha. Egyébként téged ismerlek is, mint nemzeti baloldalit. Tehát nekem ez egy benyomásom volt már korábban is, hogy te alapvetően 4 gyerekes alapaként. Most már 6, bocsánat. Akkor még csak 4 volt. Tényleg régen óta követlek. Tehát ugye én tényleg a 10 évesen kezdtem a politikát figyelni, akkor még csak 4 volt. Nekem tényleg az volt a benyomásom, hogy te egy olyan politikus fajta vagy, akinek a szavazói a baloldal legnagyobb tragédiája egyébként ez, de most már jó részt a Fidesznél vannak. A nemzeti baloldali szavazókkal kötött egy koalíciót 2010 környékén a Fidesz. Tehát én soha nem bontam kétségbe, Elsimon László gondolat, ez egyébként nem az enyém, soha nem bontam kétségbe a te elkötelezettséged a hazafelé. Nekem imponált az, amikor megjelentél Novák Katalinnak a brüsszeli találkozóján egyedüli ellenzéki képviselőként, mert szerintem teljesen egyértelmű, hogy akárki a magyar köztársasági elnök, egy ilyen találkozóra ott kell menni. Ott kell lenni, el kell menni. És mi volt a téma, mert nem tudják a nézőink. Az volt a téma, hogy jön egy EU-soros elnökség Magyarország tekintetében, és nekem meggyőződésem, hogy ez a fél év, ez egy nagyon komoly arcolati kérdés Magyarországnak, ahol nekünk meg kell találni azokat a pontokat, ahol együtt jelenünk meg kifele. Akár egyet értek a rendszerrel, akár nem. De ez kifele, ez egy fontos fél év.
Hát igen. Ez ment a levesbe a köztársasági elnök asszonnyal együtt. Sok minden más diplomáciai tevékenységgel együtt, amit én nagyon sajnálok, de ugyanakkor ez egy részéről egy nagyon kiváló gesztus volt. Én azt a jogot azért fenntartom magamnak, hogyha nem is ezekkel a szavakkal, de azt az aktamunkát például, amit a magyar pénzekkel kapcsolatban Momentum végez Brüsszelben, vagy a DK, azt kritizáljam. Nem ezzel a szóval, de kritizáljam. De miért raknom munkát, hogyha meggyőződése valakinek az, hogy egyébként Magyarország érdeke az, hogy a jogállamiság, a korrupciómentes, politikai maffiamentes magyar közhatalomgyakorlás legyen a hétköznapoknak a része, és ezért egyébként az Európai Uniós jogállamisági jelentéshez hozzáteszi a maga információit. Ez miért áskálódás? Gyurcsány Ferenc a Spirit FM-nek a kiváló műsorában Gavra Gábornál mondta el, hogy neki abban konkrét része volt, sok lobby munkája volt abban, hogy az Unió felfüggeszte Magyarország felé a források áramlását. Én azt gondolom, és itt egy kicsit ez tágabban is illusztrálja az én világlátásomat mondjuk az ukrajnai háború kérdésében, de szerintem egy politikus elsődleges felelősség a nép jólétéért van, és egy olyan intézkedést, amely gyengíti a forintot, gyengíti a magyar gazdaságot, akkor is, hogyha egy nagyobb jó elképzelt, nagyobb jó érdekében hozza meg az ember, vagy képviseli az ember, vagy támogatja, nem lehet támogatni. Tehát minden ellenzéki magyar számára is gyengítette a forintot az, aki ezeket az intézkedéseket támogatta, aki ebben Brüsszelben segítkezett. Ezért gondolom, hogy az éles szavak ebben szerintem indokoltak, ha nem is a hazáruló szó, de azt, hogy szépen zárjuk. Tehát én soha nem gondoltalak téged az árulónak. A magam részéről meg tudom ígérni, hogy nem fogom vele kapcsolatban használni ezt a szót, és aki nézi jobboldali néző ezt a műsort, ajánlom figyelmébe azt, hogy mielőtt Újhelyi István hazárulózná, egy kicsit nézzen utána, hogy pontosan kicsoda Újhelyi István, és pontosan mi a jövök máskor is munkája, amit Magyarország kapcsán végzett az elmúlt években. Én sajnálni fogom azt, hogy a magyar baloldalnak nem olyan EP képviselői lesznek a következő ciklusban, mint amilyen te voltál. Korrekt. Nagyon meglepően korrekt. Tényleg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Találkozunk még. Szívesen beszélgetek. Hogyha lehet, akkor én is meghívlak téged különböző eseményekre, amiket én szervezek. Örömmel hívlak. A stúdiónak meg pedig köszönöm az első debütálásomat, jövök máskor is. Nem mi részünkről a megtiszteltetés, ugyan túl sokat nem kellett most a stúdiónak közbeszólni, de szerintem ez önmagában nem egy rossz dolog. Vezéreted a kamerákat. Igen. Fény, az ultrahang is csendben van, csak megmutatja azt, amit kell. Igen, pontosan. Prezentáltuk, amire szükség volt. Volt itt minden. Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, ahogy megjelentek, és a hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Reméljük, hogy majd hasonlódásokkal is tudunk nem sokára jelentkezni, viszont hallásra, viszontlátásra.